Ezen a délután egy rendkívüli fizika órán vettünk részt. Miről is volt szó? Hát ez igazából, ez nem egy fizika óra, mert annak úgy nem mindig a pozitív a kicsengése, ez egy sokkal izgalmasabb, egy úgynevezett küldetés. A gyerekek űrutazásra készülnek, hatalmas lelkesedéssel, egy nemzetközi Erasmus+ pályázat keretében, 4 ország összefogásával, egy nemzetközi konzorciummal kidolgoztunk egy STEM oktatási módszert, ami az űrutazáson és a klímavédelmen keresztül próbálja a gyerekeknek a hozzáállását a tudományokhoz és a műszaki tudományok felé orientálni, és ezért direkt általános iskolás felső tagozatosoknak 10-től 13 éves korosztályig egy olyan projektet dolgoztunk ki, ami arról szól, hogy 12 alkalmas szakköri foglalkozás, tehát igazából ez inkább szakköri foglalkozás, de mi úgy mondjuk, hogy 12 küldetésen vesznek részt a gyerekek, ahol kiképezzük őket, és a 6 küldetés után egy úgynevezett űrhajós vizsgát kell tenniük, és akkor megkapják az űrútlevelüket a gyerekek, és akkor utána a Spacebase rakétába egy úgynevezett virtuális űrutazáson vehetnek részt majd május 3-án, és hát ez egy hatalmas szenzáció. Itt az országban összesen 3 helyszínre érkezik ez a gyakorlatilag egy kamionra szerelt, de nagyon látványos rakéta. Itt lesz Zánka falun 2 napon keresztül. Ez egy roadshow keretében megy Franciaország, Olaszország, Hollandia és Magyarországot érintve. És 2 napot lesz itt, és a gyerekek, akik ezt a kiképzést, a küldetéseket teljesítik sikeresen, azok ezen részt vehetnek ezen az űrutazáson. Gyakorlatilag az űrutazásnak az a lényege, hogy egy VR szemüveg segítségével beszállnak egy nagyon hasonló járműbe, mint a rakéták belseje, és a VR szemüveg segítségével egy holland űrhajós, André Kuiper segítségével, vezényletével ugyanabba az élménybe vehetnek részt, mint a valódi asztronauták. Gyakorlatilag ugye a világon kb. 600 ember élhette át a valóságban ezt az élményt a rakétákon keresztül. Itt a gyerekek ugyanezt az élményt magyarul, hogy kilővik őket egy rakétával, és eltávolodnak a Földtől, és visszanézve egy úgynevezett overview effektet, egy overview, egy visszatekintő hatást próbálunk nekik megmutatni, hogy ahogy eltávolodunk a Földtől, és egyre kisebb lesz a Föld, és látjuk, hogy igazából az univerzum méretéhez képest gyakorlatilag egy porszemnyi az a bolygó, amin mi élünk, és hogy mennyire kell vigyázni erre a bolygóra, mert mennyire törékeny, és talán ez a klímavédelemmel, a globális problémák megoldásához is segíteni fog a gyerekeknek a jövőben, hiszen rajtuk múlik, hogy a Földünk még mennyi ideig lesz élhető és lakható, és akkor ezen keresztül a fizikát, a biológiát, a környezetvédelmet, illetve az űrkutatást és a csillagászatot is tanulják észrevétlenül játékos formába. Nagyon sok olyan kísérletet végeznek és tevékenységeket végeznek, amit ők maguk találnak ki, kivágnak dolgokat. Itt mögöttünk most látható a mai eredmény, egy a naprendszer valamelyik bolygóját, ami számukra kedves volt, kellett kiválasztani, és onnan egy barátjuknak, ha lehetőségük lett volna képzeletbe eljutni erre a bolygóra, akkor egy barátjuknak levelet kellett írni, és akkor gyakorlatilag meg kellett címezni, és akkor le kellett írni, hogy melyik bolygón vannak, miért akarnak ott lenni, és hogy miért szeretik azt, milyen körülmények vannak ott. De múltkor például lemodelleztük a Föld-Hold távolságot, jövő héten már konkrétan készülünk a kilövésre, mert ilyen súlytalanságot imitáló állapotban fejen állva fognak enni a gyerekek, sütőkesztyűvel fognak rakétát építeni, mint az űrsétán résztvevő űrhajósok. Szóval egyre jobban fokozódik az izgalom, és akkor a végén május 3-án megtörténik a nagy szenzáció itt Zánkán. Reméljük, hogy nagyon nagy sikerrel, több iskola is fog érkezni, mert mi vagyunk egy bázishely, és akkor Veszprémből, Pécsről, Kálózról és Zalaegerszegről fognak még érkezni több száz gyerek. Szóval azt gondoljuk, hogy ez most egy hatalmas nagy esemény lesz, és mindenkit nagy szeretettel várunk, aki hát sajnos csak kívülről tudja megnézni ezt a rakétát, a Spacebase rakétát, mert csak az vehet részt az űrutazáson, aki végigcsinálja ezeket a küldetéseket, és sikeresen levizsgázik.
Úgy látszott, hogy a gyerekek lelkesedése az határtalan, de azt gondolom, hogy rövidesen az egész falut meg fogja mozgatni ez az esemény, és egyre nagyobb lesz az érdeklődés. Amit megígérhetek, az az, hogy eljövünk és megnézzük, hogy a gyerekek hogyan eszik, fejjen állva a szendvicset. Jó, nagyon szépen köszönöm, és szeretettel várom Önöket. Köszönöm szépen.